Súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek a kolozsvári cégek. A városban egyre több a munkaadó cég, hiszen az egyetemet elvégző fiatalokra potenciális munkavállalóként tekintenek. A magas lakásárak és a megélhetési költségek viszont megnehezítik a végzősök helyzetét. Egyre hosszabb ideje elhúzódó munkaerőhiánnyal szembesülnek a kolozsvári cégek. A vállalkozók külföldi munkaerő foglalkoztatásában látnak lehetőséget, hiszen azok a személyek, akik távoztak a városból, kis eséllyel térnek vissza. Mindemellett a munkanélküliség is rendkívül alacsony. Az országos statisztikákhoz képest Kolozsváron alacsony a munkanélküliségi ráta. Míg Romániában 5,5%, Kolozs megyében 1,2%, Kolozsváron csupán 0,5% a munkanélküliek aránya. A kincses város egyre több befektetőt vonz, számos vállalkozó itt kezdi munkásságát, a környéken terjeszkedik. Kolozsvár egyetemi városit számítanak a fiatal munkaerőre, a végzős diákok viszont nehezen telepednek le a városban a horribilis lakás és megélhetési költségek miatt. Szerintem haza költöznék, mert azt vettem észre, hogy a szaktársaim többsége otthon székelységben helyezkedett el a szakmán belül, aki pedig kivételt képez, az nem a szakmában helyezkedett el. Azok sem választják egyértelműen Kolozsvárt, akik helybéliek. Őket a jobban fizető külföldi munkalehetőségek vonzák. Születésemtől fogva Kolozsvár közelében élek, és nagyon otthonosan mozgok a városban. Gondolkoztam korábban azon is, hogy kimenjek esetleg külföldre, Magyarországra, de már szerencsére vannak olyan alternatív megoldások, amelyek által távmunka formájában Kolozsváron maradhatok és dolgozhatok akár a külföldnek is. Hozzátette, csupán a mesterképzés elvégzése után, amint aktív munkakeresővé válik, dönt majd, annak alapján, hogy milyen lehetőségek adódnak.